Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Gyökeres Sándor, a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium igazgatója. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszöntöm a televízió nézőit is, köszönöm szépen a meghívást. Elindult a 2023-24-es tanév. Milyen teendők előzték meg a tanévkezdést? Ilyen tekintetben szokásos volt a tanévkezdésünk, hiszen a legelső feladat ilyenkor mindig a tantárgy felosztás elkészítése, a osztályok besorolása, illetve hát a órarend készítés, az éves munkaterv előkészítése, előkészítési folyamatai, és hát a tantestület nyitó értekezletének a megszervezése. Ezeket sikeresen megvalósítottuk. Mondhatom nyugodtan, hogy a szakos ellátottságunk megvan, tehát minden szakot szakember tanít, a tantárgyfelosztásnál ugye ez nagyon lényeges volt, és hát mondhatom, hogy környezetvédelmi mérnökeink, gépészmérnökeink, közgazdászaink, különféle közismereti tárgyak szakosai kellő számban állnak rendelkezésre. Milyen szakok vannak az iskolában? Hát, mint ahogy az intézmény neve is mutatja, van egy gimnáziumi osztályunk, amelyik Honvéd Kadét programban vesz részt. 2021. december 15-én írtuk alá a Honvédelmi Minisztérium tudományszervezési, oktatás és kulturális főosztályával ezt a szerződést. Mennyire népszerű ez egyébként a Honvéd Kadét program? Mondhatom, hogy egyre népszerűbb. Az elmúlt évben egy olyan 18-19 fővel kezdtünk, és ebben az évben ez a létszám nőtt, tehát a beiskolázási létszámunk növekedett, és népszerűnek gondolom, hiszen nagyon komoly programokkal segíti ennek a szaknak a működését a Honvédelmi Minisztérium, illetve a Vitézvottai Antal Területvédelmi Ezred katonái. Már ebben az évben is két ilyen programon vettünk részt, illetve jöttek ki az iskolában, iskolánkban azért, hogy a tanulóinkkal foglalkozhassanak. Ezen kívül technikum van az iskolában, ami tulajdonképpen négy technikusi szakot foglal most magába. A pénzügyi számíteli ügyintéző, a környezetvédelmi technikus, közszolgálati technikus és a legnépszerűbb közülük a mezőgazdasági gépész technikus. Itt 26 főt tudtunk beiskolázni, és meglehetősen jó tanulmányi eredménnyel érkeztek ezek a diákok hozzánk. Összességében véve a tanév úgy gondolom, hogy zökkenőmentesen indult. A református egyházközségnek a fenntartásában a negyedik tanévét kezdi az iskola, és már azt hiszem, hogy stabilizálódott az a környezet, amiben dolgozunk, és ezek a változások, amik az iskolákban, nem csak itt a mi iskolánkban, hanem az egész országban, a szakképzésben végbe mentek, mára kezdenek letisztulni, és egy új szakképzési rendszernek a kialakulását vetíti előre. Beszéltünk a szakokról, beszéltünk arról is, hogy melyik a legnépszerűbb a diákok körében. Mi a jellemző, hogy Karcagról jelentkeznek többen az önök iskolájába, vagy pedig a térségből nagyobb a merítés? A beiskolázási körzetünk elég nagy, és inkább onnan vannak többen már. Olyan 30% körül van a karcagi tanulóink száma. Nagyon sokan érkeznek kisfalvakból, városokból, a környékről, közvetlen környezetünkből is, Kunhegyestől, Derecskéig mindenhonnan vannak tanulóink. Van kollégium is az iskolának, mennyire kihasznált, mennyire népszerű a diákok körében? Kollégiumunk 150 férőhelyes, a kényelmes kihasználás esetében vagyunk, tehát azt jelenti, hogy egy olyan 95 fő körüli a kollégiumi tanulói létszámunk, ami azért egyfajta, hogy is mondjam, kényelmet jelent a tanulóknak, hiszen nem kell emeletes ágyakat berakni, vagy nem kell egy szobában 5-6 tanulót elhelyezni azért, hogy valamennyi tanulónkat elhelyezzük. Milyen a továbbtanulási arány? Ugye nyilván itt van egy gimnáziumi rész, de hát ugye a szakoktatásból is tudnak tovább menni, ha szeretnének a diákok. A továbbtanulási arányunk az hát olyan közepes szintű. Nagyon sokan választják a munkavilágát, de tovább is mennek, hiszen most 12. évfolyam végén is voltak olyan
tanulók, akik már nem kezdték meg a technikusi évfolyamot, mert egyetemre jelentkeztek, például a gépésztechnikusok hárman is elmentek, pedig hát nyilván önálluk még azért a egy évért érdemes lehetett volna maradni, de ők így választottak. Egyébként nagyon sok felé mennek tanulni. Van, aki másodszakmát tanul, van, aki felsőfokú képzésben vesz részt, vagy egészen más jellegű tanulmányokat folytat. Az elmúlt évek statisztikai adatai alapján a szakmák iránti tanulás mennyire vált motiváltabbá, mennyivel többen tanulnak esetleg szakmát? Egy ilyen tendencia van, hogy a gimnáziumi tanulók száma országosan is, de a mi iskolánkban is érezhető, hogy áttolódik, és inkább a technikumi területekre jelentkeznek. Ennek több oka is van, egyrészt kormányzati szándék is, hogy a technikusi képzésben vegyenek részt többen, másrészt pedig az ösztöndíj sem egy utolsó szempont, hiszen azért, akik a technikumban tanulnak nálunk, ott azért ösztöndíjat kapnak. 9.-10. évfolyamon, ugye szakmai alapozó oktatásban, ott a 8000 forint körüli havi ösztöndíj van, és a szakirányú oktatásban pedig a 11.-13. évfolyam között, ott már tanulmányi eredménytől függ, és ott 16.000-től egészen 49.000 forintig terjed ez az oktatás, szintén tanulmányi eredmény alapján dől el, hogy ki mekkora összeget kap. És hát a technikumoknak most már ugye az átalakulása is megtörtént, hogy 5 éves lett a képzés, így a 12. évfolyam végén nem kapnak érettségi bizonyítványt, csak 13. évfolyam végén teszik le a szakmai vizsgákkal együtt, és kapnak egyszerre szakmai és érettségi bizonyítványt is, tehát technikusi bizonyítványt is, és érettségit is. Mi idei évben a legfőbb célkitűzése az iskolának? Hát azokat a programokat, amiket elindítottunk, azokat szeretnénk tovább népszerűsíteni és megerősíteni, hiszen amikor valami megkezdődik, az mindig egy picit nehezebben indul, és sok problémával kezdődik, ezeket szeretnénk stabilizálni. Én úgy gondolom, hogy az a Honvéd Kadét program egy nagyon jó kezdeményezés, és egy nagyon jó program, hiszen nagyon sok szabadidős programot szerveznek a tanulóinknak. Itt olyan gyakorlati ismereteket is megtanulnak, mint hogy terepen való tájékozódás, mondjuk GPS nélkül, vagy mobiltelefon nélkül, vagy tűzgyújtás, öngyújtó és gyufa nélkül, vagy akár a elsősegélynyújtás. Ezekből versenyeken is részt vesznek a tanulóink. Meg a mindennapi életben is hasznos. Így van, mindennapi életben is hasznos ismeretek ezek. És persze a másik nagy előnye, hogy itt is ösztöndíjat is kapnak a tanulóink, aki például egyszerre a szakmai és a Honvéd Kadét programban is, szakmai oktatásban is, Honvéd Kadét programban is részt vesz, akkor ez egy nagyon komoly összeg is lehet, hiszen mindkét helyről kap ösztöndíjat. A Honvéd Kadét program ösztöndíjai a második fél évtől kezdődnek, tanulmányi eredménytől függnek, és itt is a legnagyobb ösztöndíj összege az már 46.000 forint havonta. Persze ehhez nagyon jó tanulmányi eredményre van szükség. De megéri nekik a diákoknak? Igen, végül is én úgy gondolom, hogy tetszik is nekik. Ebben az évben már formaruhát is hoztak, vagy kaptak, és nagyon sok olyan előnye van ennek a programnak, amit úgy mindennapi életben nem is szoktunk észrevenni. Tehát például a közösségépítés, akaraterő fejlesztése, a küzdeni tudás, tehát olyan mindennapi értékekre kell gondolni, amit gyakorlatilag az életben, a tanuláshoz, akár a pályaválasztáshoz is szükségesek. Sokan gondolják úgy, hogy a pályaválasztás az 8. osztályban választottunk egy pályát. Akkor dől el, igen. Ó, kész is van. De a valóságban a pályaválasztásokkal összetettebb dolog, hiszen nem elég eldönteni, hogy melyik iskolába szeretnénk menni, hanem ott teljesíteni kell. Azt szereti az ember, amit tud, és hát ahhoz, hogy tudjunk valamit, feltétlenül tanulni kell. Ehhez pedig akaraterő is, közösségi nevelés, tehát a közösségi élet szükséges, meg szükséges az, hogy a megfelelő tanulási vágy és a sikerélmény meglegyen a
a tanulóknál. Ezért is építettük ki a Modle tanulásirányító rendszerünket, ami tulajdonképpen bárhonnan elérhető, és most már 5 számítógéptermünk van, ahonnan ezeknek a óráit tudjuk szervezni. És hát ez is ugyanazt a célt szolgálja, amit az elején mondtunk, hogy gyakorlatilag az iskola milyen célkitűzéseket tesz. Hát az egyik célkitűzésünk az a tanulóinknak a megtartása, sokoldalú fejlesztése és erős motiváció. Az idei tanévben milyen főbb programokat terveznek? Elsősorban a szokásos programjaink vannak, a hagyományos rendezvényeink, ilyen a Szent Annai Napok október 13-a körül, a nemzeti ünnepeinknek a megszervezése, megrendezése. Van ilyen túrakörünk, aminek szintén vannak programjai, ebben az évben a Székely Keresztúr környékére tervezik, hogy ellátogatnak, és hát természetesen a szalagavató és a ballagás is, bár most érdekes helyzetet teremt az, hogy végzős osztályunk csak a gimnázium osztály lesz, hiszen a 12-ben a szakképzésben részvevő tanulók még nem végeznek. Igazgató úr, én eredményes tanévet kívánok! Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy a vendégünk volt! Köszönöm! Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Tartsanak velünk legközelebb is! Viszontlátásra!